A Székesfehérváron működő Vöröskereszt a Megyei Védelmi Bizottsággal áll kapcsolatban, és a katasztrófavédelemmel is együttműködik. Egyik elsődleges feladatuk a befogadópontok előkészítése. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ágyakat előkészítettük, tartós élelmiszert vittünk ki, tisztálkodó szereket, tehát esetlegesen a megérkezőknek, amire ad hoc jellege gyorsan szüksége lehet. A Vöröskereszt a teljes megyében meghirdette a gyűjtést. Székesfehérváron a Lövölde út 1/A-ban várják az adományokat. Ezek elsősorban tartós élelmiszerek, de ezek a gyors fogyasztású tartós élelmiszerekre gondolunk ilyenkor, a croissantokra, a májkrémekre, a konzervekre, tehát amit tényleg gyorsan oda tudunk adni, amikor ők megérkeznek, meg tudják enni, főzést nem igényelt, melegítést nem igényel. Ezen felül pedig a gyermekekre is gondolva, ugye keksz, amit tovább tudnak vinni magukkal, a jó reggelt kekszeket például, azokat szoktuk oda csomagolni útravalónak, vagy kisüdítőt, hogy legyen náluk azért, amíg még eljutnak A-ból B-pontba. A Vöröskeresztnél várják továbbá a higiéniás tisztálkodószereket, törölközőket, lepedőket, ágyneműket, valamint a Vöröskereszt 1359-es adományvonalán egy egyszeri hívás vagy az adományszó SMS-ben történő elküldése 250 forintos támogatást jelent.